Naprendszerünkön rengeteg, az idők hajnalán keletkezett kőzet törmelékkel osztozunk. Üstökösök ezrei keringenek körülöttünk több mint 32.000 kilométeres óránkénti sebességgel. Észrevenni szinte lehetetlen, amíg fűti őket a nap, feketébbek, mint a szél. A kutatók nagy erőkkel igyekeznek megfejteni titkaikat. Az üstökösök sokat elárulhatnak a naprendszer születéséről, de halált is hozhatnak számunkra. A történelem során ezek az égitestek valamennyi bolygó felszínén sebb helyet ejtettek már. Becsapódásuk ereje félelmet keltő. Az élet ma ismert formáit akár maradéktalanul eltörölhetik. És jelenleg nincs olyan eszköz a kezünkben, amellyel megállíthatnánk őket. Mindennapi tudomány, megállíthatatlan üstökösök. A naprendszer, 8 bolygó kering egy központi csillag az életadó nap körül. Sokáig azt hittük, hogy ez egy biztos rendszer. Ám ez a mennyei harmónia időről időre felkavarodik, amikor egy különös fénycsík hasítja át az eget, egy bal csillag, egy kométa, egy világ végét hozó üstökös. De a tények, melyek e bizarr objektumok mögött állnak, még a néphiten is túltesznek. A nap körül a naprendszer 4,6 milliárd évvel ezelőtti megszületése óta keringenek üstökösök. Nagy valószínűséggel hatással voltak bolygónk sorsának alakulására. Sőt, bármilyen hihetetlen, nélkülük talán itt sem lennék. Az üstökösök tartalmazzák a naprendszer legősibb anyagát. Anyaguk 4,6 milliárd éve mit sem változott. Ezért hiteles képet adnak naprendszerünk egykori állapotáról. Az üstökösök nagyban hozzájárulnak a világegyetemben elfoglalt helyünk megértéséhez. Az üstökösök hozzá is adnak és el is vesznek, az élet teremtői és elpusztítói egyben. Ez megdöbbentő állítás, de bizonyíték van rá, hogy valósággá válhat. Egy dolog biztos. Ha egy másfél kilométer átmérőjű objektum 32.000 kilométeres óránkénti sebességgel a Földnek csapódik, komoly problémákat okozhat. Az üstökösök által okozott pusztítás érzékeltetéséhez elég a dinoszauruszok esetét felidézni. 180 millió évvel ezelőtt dinoszauruszok uralták a Földet. Dominanciájuk már több mint 140 millió éve tartott, amikor hirtelen kihaltak. A legtöbb tudós szerint kihalásuk egy nagyobb becsapódás eredménye volt 65 millió évvel ezelőtt. Egy közel 10 kilométer átmérőjű üstökös vagy kisbolygó csapódott be a Földbe, több mint 32.000 kilométeres sebességgel. A becsapódás ereje 1 trillió tonna TNT-nek felelt meg. 500 kilométeres körzetben minden élet elpusztult. Hatalmas dagályhullámok száguldottak körbe a Földön. A becsapódás heves földrengéseket és vulkánkitöréseket idézett elő. Ádáz erdőtüzek taroltak le nagy területeket. 1 trillió tonna törmelék csapódott fel a légkörbe, elzárva a napsugarak útját. A Föld hőmérséklete lecsökkent. A táplálék hiány következtében sok nagytestű növényevő és ragadozó elpusztult. Őket a planktonok és a tengeri hüllők követték. A becsapódás hatása megsemmisítő volt. A bolygókutató Kerry Liss az esemény avatott ismerője. A Földet dinoszauruszok uralták úgy 100-120 milliótól 65 millió évvel ezelőttig. Csak összehasonlításképpen. Az ember eddigi 3 millió éve alig az egytizede ennek az időszaknak. A 65 millió évvel ezelőtti becsapódás nélkül valószínűleg még mindig a hüllők uralnák a Földet, és az emlősök másodlagos szerepet töltenének be. A dinoszauruszok kihalása megnyitotta az utat az emlősök felvirágzása előtt. Kiváló alkalmazkodó képességüknek hála hamarosan a Föld domináns állatcsoportjává váltak. A hirtelen evolúciós robbanás eredményeként teljesen új fajok jelentek meg. Ezek egyike végső fokon mi voltunk. Millió év telt el a legutóbbi tömeges kihalást okozó becsapódás óta. A kutatók szerint a Földet egy napon ismét találat érheti. Attól nem kell tartanunk, hogy ez holnap bekövetkezik, de a következő 1 millió évben igenis számolnunk kell ezzel a lehetőséggel.
Szerencsére mi előnyben vagyunk a dinoszauruszokkal szemben, intelligensek vagyunk. Elég intelligensek ahhoz, hogy tanulmányozzuk az ellenségünket, és megfejtsük azokat a tudományos titkokat, amelyek a naprendszerünk megszületése óta rejtve vannak. Technológiánknak hála ma már műholdrajokat tudunk az űrbe küldeni, hogy befogjuk, vagy összezúzzuk velük az üstökösöket, sőt, akár még le is szállhatunk velük a felszínükre. Az egyik legkorábbi és legforradalmibb üstökös kutatási felfedezést mégis egy egyszerű fatávcsővel tették. A 17. században egy brit csillagász, Edmund Halley górcső alá vette ezeknek az égi testeknek a mozgását. Egy 1682-ben megfigyelt üstökösről helyesen kiszámolta, hogy egy erősen elnyújtott ellipszis alakú pályán kering a nap körül, és 76 évente tér vissza. Halley eredménye forradalmasította az üstökös kutatást, ám azt még továbbra sem tudta, hogy honnan származnak ezek a rejtélyes égi testek. Ennek megértéséhez most tegyünk egy időutazást abba az időbe, amikor naprendszerünk 4,6 milliárd évvel ezelőtt megszületett. Most úgy gondoljuk, hogy kezdetben a naprendszer nem volt más, mint egy az űrben pörgő, porból, jégből és törmelékből álló molekulafelhő. A felhő forgás közben összeroskad és kialakítja a napot. A fennmaradó részecskék szintén halmazokba rendeződnek, belőlük lesznek az üstökösök és a kisbolygók. Ezek egy része a következő 100 millió év során a gravitáció hatására összeáll, 100-nál is több ősbolygónak életet adva. Majd megkezdődik a leghevesebb fázis, a túlélésért vívott harc, egész világok ütközései közepette. A háború végére csak 8 bolygó marad, közülük az egyik az ős állapotban lévő Föld. Minden olyan üstököst, mely nem vált valamelyik bolygó részévé, az új égitestek gravitációs ereje kidob a naprendszer legkülső részére. Egy a Földtől több milliárd kilométerre található területre. Eddig a régióig nem vagyunk képesek ellátni, de több ezer üstökös pályájának vizsgálata és a belső naprendszerbe való be- és kilépéseik irányának elemzése alapján a tudósok arra jutottak, hogy az üstökösöknek egy gigantikus, gömb alakú felhőből kell jönniük, mely teljesen körbeöleli a naprendszerünket. Ez az Oort felhő. Az Oort felhőről jelenleg annyit tudunk, hogy körülbelül 1 millió üstökös tartalmaz, és ezek 15-150 millió kilométerre találhatóak egymástól. Ez egy különös égi létforma. Ezen objektumok 4 milliárd éve egymagukban vonulnak a külső naprendszeren át. A nap egyszeri megkerüléséhez 30 millió évre van szükségük. A tudósok ezért hosszú periódusú üstökösöknek hívják őket. Az üstökösök itt kín koromfeketék, és még nyomokban sem emlékeztetnek a Földről látható fényes csóvájú égi testekre. Előfordul azonban, hogy történik valami, ami örökre megváltoztatja megjelenésüket. Az Oort felhő üstökösei nem stabilak. Egy elhaladó csillag könnyen kibillentheti őket egyensúlyi helyzetükből, növekvő sebességgel útnak indítva őket a naprendszer belső régiói felé. Az üstökös megfigyelések kizárólagos eszközei évszázadokon át a földi távcsövek voltak. 1985-ben azonban minden megváltozott. Az Európai űrügynökség felbocsátotta a Giotto űrszondát. A Giotto feladata az volt, hogy a Földtől 144 millió kilométerre megközelítse a Halley üstököst. A kutatók abban reménykedtek, hogy elkészíthetik az első közeli, színes képeket az üstökös magjáról, és sikerül megfejteniük összetétele titkát. Az Európai űrügynökség bolygóközi missziókért felelős igazgatója Gerhard Schwemm. A Giotto egy nagyon izgalmas és fontos küldetés volt az Európai űrügynökség számára. Ez volt az első bolygóközi program. És egy nagyon veszélyes misszió is volt egyben, mert senki sem tudta, hogy a mag környezetében mi vár az űrszondára, nem fog-e elpusztulni. 1986 márciusában a Giotto 240 ezer kilométeres óránkénti sebességgel 640 kilométerre elhaladt a mag mellett. Az irányító központban a magot ábrázoló első képek megérkeztével nőni kezdett az izgalom.
Alakja hosszúkás volt. Hossza úgy 16, szélessége 6,5 km lehetett. Jól látszott a szerkezete, és kimondottan lokális aktivitást mutatott. Az aktivitást gáz és porkitörések jelentették az üstökös felszínéről. A Giotto most először megmutatta, hogy a gáztermelés a felszín kevesebb, mint 10%-ára korlátozódik. A többi terület koromfekete. Mi változtat át tehát egy üstököst, egy szinte láthatatlan kőrökből, egy örvénylő világító fehér gázlabdává? A válasz a napunk. Amint egy üstökös megközelíti a napot, a hőség hatására feltöredezik a felszíne, és a mélyben található szilárd jég a szublimáció folyamata során gázzá alakul. Az üstököst kóma, azaz gázfelhő veszi körbe. A kóma gáz és por részecskéiből az erős napszél több millió kilométer hosszú csóvát hoz létre, melyet oly kevés anyag alkot, hogy akár egy átlagos méretű bőröndben is elférne, és még egy váltás ruhának is maradna hely. A napszél olyan erős, hogy a csóva, függetlenül az üstökös haladási irányától, mindig a nappal átellenes irányba áll. Ezek a csóvák nagyon hosszúak lehetnek, hosszabbak, mint a nap és a föld közötti távolság. Ezért az üstökösök egyszerre a naprendszer szinte legkisebb égitestei, és ugyanakkor hatalmas, gigantikus képződmények. Az üstökösök feltűnése az emberi történelem kezdete óta rettegést vált ki. Az emberek baljós jeleket, a halál hozóit látják bennük. A kométáktól való félelmünk lenyűgözi Don Jomenst. Az üstökösöktől való rettegésünk valószínűleg abból ered, hogy a bolygókkal ellentétben hirtelen tűnnek fel az égen. Megjelenésük nagyon különbözik minden más égitestétől, és csak rövid ideig láthatóak. Ez a kiszámíthatatlanság még háborút is okozott. Hódító Vilmos 1066-ban a Héli üstökös feltűnésében isteni jelet látott a brit szigetek lerohanására. Az üstökösök megjelenése még a modern időkben is váltott ki bizarr reakciókat. 1997. márciusában történt, hogy amikor a Hellbop, egy nagyon fényes üstökös feltűnt az égen, a Mennyország kapuja szekta tagjai azt hitték, hogy egy űrhajó jön a nyomában, hogy elvigye a testüket. Ezért 39-en közülük lehajtottak egy vodkából és altatóból álló koktélt, és megölték magukat. Soha nem fogjuk megtudni, hogy a szekta tagjai eljutottak-e az anyahajóra. Nem hagyták meg az új címüket. A legtöbbünk számára a tudomány lerántotta az üstökösről a misztikum fájtlát, és egy újfajta csodát állította helyére. Technológiánk ma már olyan fejlett, hogy segítségével mintát vehetünk ezekből az ősi égitestekből, és naprendszerünk egész történetét kiolvashatjuk belőlük. A kométák a Föld keletkezés történetét is elmesélik nekünk. Az üstökösök naprendszerünk legtávolabbi égitestei, de történetük meglepő módon a mi múltunkra is fényt derít. A kométák naprendszerünk legkorábbi napjaiból származnak. Bolygónk eredetével kapcsolatban alapvető információkat hordoznak. Az üstökösök összetételének titkát a tudósok spektroszkóppal igyekeznek megfejteni. A spektroszkóp működése a tárgyakról visszaverődő fény összetevőinek meghatározásán alapul, kihasználva, hogy minden szín egy meghatározott elemre jellemző. Az alkotó színek elemzésével a kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy az üstökösök szerves többkomponensű objektumok, melyeket szén, hidrogén, ásványok, és ami a legfontosabb, mint egy fele arányban jéggé fagyott víz épít fel. Olyanok, mint egy koszos hógolyó. Most, hogy ismerjük a receptet, Kerry Liss el tud készíteni egy üstököst a laborban. Ezek az összetevők kivétel nélkül a Földön is nagy mennyiségben megtalálhatók. De ez nem is meglepő, hisz a Földet és az üstökösöket hasonló anyagok építik fel. Kezdjük tehát a kométágyúrást a száraz jéggel, ami nem más, mint szilárd széndioxid. Ez föld, mely az üstökösök kőzetalkotó elemeit jelképezi. Ez víz, mely az üstökösök anyagának körülbelül a felét teszi ki.
Ablaktisztító folyadék, benne metanollal és ammóniával. Apró jeges lencsék a kométákban, de fontosak. És végül csokoládé öntet. Csokoládé nincs az üstökösökben, de most ez jelképezi a szerves anyagot. Az amorf szénfajtákat, a policiklusos aromás szénhidrogéneket és mindenféle effélét. Mindezeket csokoládéval helyettesítjük, mert könnyű dolgozni vele. Tehát kezdjük a száraz jéggel. Betesszük ide. A filmekben a száraz jeget köd előállítására használják. Egy kevés itt is fog képződni belőle. Jaj, ez hideg. A következő dolog, amit beleteszünk, a kőzet alkotó elemeket jelképező föld lesz. Sok kell belőle, mert az anyag mintegy felét teszi ki. Most jön a szerves anyag, de csak módjával, mert mindössze 5-10%-a a részarány az üstökösben. Ablaktisztító. És végül beletesszük a vizet, ami az uralkodó komponens mintegy harmadát felét teszi ki az üstökösök összes anyagának. Most, hogy minden összetevő együtt van, Liz segít egy kicsit a gravitációnak, és gombóccát gyúrja őket. Íme megszületett. Mármint egy üstökös. Látható, hogy füstölök, vagyis csak úgy tűnik, valójában a széndioxid szublimál. Itt van egy kis gázkitörés, az üstökösök pontosan ugyanezt teszik, és még kisebb jéglencséik is vannak. Pályája nap közeli szakaszán egy üstökös körülbelül 90 kg-ot veszít tömegéből másodpercenként, de egy átlagos példány mindössze néhány hónapot tölt a nap közelében, ezért keringenek még ma is az űrben, 4,6 milliárd évvel azután, hogy megszülettek a korai naprendszerben. Nem sokat sistereknek tehát, az idő legnagyobb részét fagyott állapotban töltik. Lenyűgöző belegondolni, hogy képesek vagyunk olyan égitestek összetételét meghatározni, melyek több millió kilométerre vannak tőlünk. De azt is tudjuk, hogy az üstökösök időről időre közel kerülnek a Földhöz, néha túlzottan is közel. Bolygónkat története egy korai időszakában több milliárd tonnányi űrtörmelék bombázta, s köztük üstökösök is voltak. A kutatók körülbelül 200 becsapódási krátert azonosítottak a Földön. Közülük sok a földtörténet legviharosabb időszakában, 4 milliárd évvel ezelőtt keletkezett. Ez volt a késői nagy bombázás. 200 millió éven át több milliárd tonnányi anyagot hozó, valóságos üstökös és kisbolygó eső záporozott a Földre 37 ezer kilométeres óránkénti sebességgel. A bolygó egy forró katlanhoz volt hasonlatos. A hőmérséklet közel járt a 2000 fokhoz. Az élet egyetlen formája sem maradhatott fenn ilyen barátságtalan környezetben. Ha valaki akkor a Föld felszínére lép, azonnal elevenen megsül. A becsapódó objektumok úgy felforrósították a Föld felszínét, hogy élet kialakulására valószínűleg nem volt mód. És víz sem volt a bolygó felszínén. Van tehát egy bökkenő. Egyes kutatók szerint az élet közvetlenül ezen időszak után kezdődött. Víz nélkül azonban nem létezhet élet. Miként került hát a víz a szomjazó Földre? A válasz talán az üstökösökben rejlik. A NASA 1985-ben úttörő felfedezésként vizet talált egy üstökösben. A kutatást Hal Weaver vezette. A víz nélkülözhetetlen az élet ma ismert formái számára. Azt bizonyosan tudjuk, hogy az üstökösök uralkodóan vízből állnak. Igazi, életadó, ősi vízből, mely az egyik fő alkotója az üstökösök magjának. De miért nem párolgott el az összes víz? Egy elmélet szerint, amint a bombázás intenzitása alább hagyott, a Föld hőmérséklete lecsökkent, és a felszín olvadt kőzetei elkezdtek megszilárdulni. Ettől kezdve a Földbe csapódó üstökösök vize felcsapódott a légkörbe, majd később visszahullott a kihűlő Földre. A felszínen végül álló vizek jelentek meg. Egyes tudósok szerint azonban annyi üstökös nem hagyhatta el az Oort felhőt és juthatott el a Földre, hogy minden vízünk eredetét velük magyarázhatnánk. Az amerikai csillagász Gerard Kuiper arra az elméleti következtetésre jutott, hogy léteznie kellett még egy üstökös forrásnak a naprendszerünkön belül. A területet Kuiper övnek nevezték el, és a vadászat megkezdődött. A kutatók több mint 40 éven át fürkészték az eget.
Majd 1992-ben egy lenyűgöző felfedezést tettek a csillagászok. A Neptunuszon túl, egy eddig üresnek hitt területen megtalálták a Kuiper-öv első objektumát. A Kuiper-öv felfedezése alapjaiban rajzolta át a naprendszerről alkotott képünket, hiszen ettől kezdve a naprendszer nem ért véget a Neptunusznál és a Plutónál. Egy komplett, vadonatúj régió került a látóterünkbe, több százezer általunk jeges törpéknek nevezett objektummal. Ezek a jeges törpék üstökösök, és több milliárd kilométerrel közelebb vannak a belső naprendszerhez, mint az Oort felhő kométái. A kutatók rövid periódusú üstökösöknek nevezték el őket, és számukat nem kevesebb, mint százezerre teszik a Kuiper-övben. Egyes kométák átmérője az 1000 kilométert is megközelíti, tehát nagyobbak, mint New York városa. A számítások szerint a mai Kuiper-öv csak árnyék a korábbi önmagának. Objektumainak száma eredetileg százszorosa volt a jelenleginek, így az övre, mint a vízhozó üstökösök valószínű forrásaként tekintenek a tudósok. Meglepő módon a Kuiper-öv üstökösei a mai napig szállítanak anyagot a Földre. Ez ma már ugyan nem bombázás formájában történik, de az üstökös porhullás folyamatos jelenség, és ez a por kulcsfontosságú lehet az egész naprendszerünk keletkezésének megértése szempontjából. Bolygónk a naprendszerben való keringése közben üstökösök csóváit keresztezi. A csóvák nagyobb részecskéi a légkörünkbe lépve elégnek. A kisebbek űrpor formájában leülepednek a Föld felszínére. Ez a por rendkívül értékes a tudomány számára, mert részletes információt tartalmaz a Nap, a Föld és a naprendszer többi bolygójának kialakulásáról. Van azonban egy probléma. Amikor az üstökös por kapcsolatba lép a Föld légkörével, megváltozik a kémiai összetétele, és a korai naprendszerrel kapcsolatos adatbázis sérül. A tudósok olyan módszerek után kezdtek kutatni, amelyekkel szennyezetlen mintákat gyűjthetnének közvetlenül egy üstökösből. Megszületett a NASA Stardust nevű küldetése. A program egyik vezető kutatója Mike Zolensky volt. Elmenni egy ismert üstököshöz, mintát venni belőle, és azt lehozni a Földre úgy, hogy sértetlenül megúszza az egész procedúrát, nos, ez egy fantasztikus kilátás volt. A Stardust űrszonda célpontja a Kuiper-öv egyik kométája, az alig 5 kilométer átmérőjű, 20 ezer kilométeres óránkénti sebességgel haladó White 2 üstökös volt. A száguldó por begyűjtéséhez a NASA kifejlesztett egy speciális aerogélt, melybe sérülés nélkül ágyazódnak be a részecskék. A kutatók a gélt egy rácshálóba helyezték, mely teniszütőként nyúlt ki a szondából a mintavétel során. A misszió 1999. februárjában indult útnak. A helyszínről figyeltem az indítást, imádkozva nehogy felrobbanjon, hogy időben elinduljon a rakéta, nehogy valami közbejöjjön az utolsó pillanatban. Főhajtómű beindítva. Zero. A Stardust űrszonda útnak indult, hogy egy időkapszulába zárva lehozza a Földre a naprendszerünk kialakulásának elemeit. Nagyon izgalmas volt látni, hogy végül elindul, és tudni, hogy ezzel kikerült a kezeink közül. Mind a négy gyorsító rakéta levált. A felbocsátással kezdetét vette az űrszonda 4,8 milliárd kilométeres utazása az üstököshöz. A találkozó létrejöttéhez a Stardustnak háromszor meg kellett kerülnie a napot, majd el kellett suhannia a Föld mellett. 30 év fejlesztés és 5 év repülés után végre elérkezett az igazság pillanata, amikor a White 2 üstökös feltűnt a szonda előtt. Az irányító központban a feszültség minden korábbinál magasabbra hágott. Nem tudtuk, hogy milyen közel célszerű elmennie az üstökös mellett. Ha túl közel halad el, akkor a csóva részecskéi túl nagyok és szétroncsolják az űrszondát. Ha túl távol, akkor nem fog be semmit. 2004. januárjában a Stardust 240 kilométeres távolságban elhaladt a White 2 üstökös mellett. A mintavevőkar kinyílt, és sűrű részecske eső zúdult az aerogél gyűjtő felületre. Küldetését bevégezve a Stardust megkezdte hosszú hazaútját. Két évvel később a pormintákat tartalmazó kapszula belépett a Föld légkörébe. Hajnali 3 óra volt, és nagyon hideg éjszaka. Kimentük és láttuk, amint hatalmas tűzlabdaként belép a légkörbe. 70 fokra hátrafelé, gyorsan fényesedik. Fantasztikus!
A NASA szorosan nyomon követte a légkörbe belépő kapszulát, nem engedhették meg maguknak, hogy elveszítsék. Csíkot húz maga után! Hihetetlenül izgalmas volt végignézni, amint a leszálló kapszula eléri a Földet, és tudni, hogy a minta benne van, és csak oda kell menni hozzá, és örökre a miénk. A laboratóriumba szállított kapszula fedelét a tudósok óvatosan kinyitották. Ez volt az igazság pillanata. Vajon sikerrel járt a küldetés? Amikor belenéztünk, az aerogél olyan tisztának tűnt, hogy az első gondolatunk az volt, a projekt kudarcot vallott. Csak ezután kezdtük észrevenni a gél felszínét átjuggató becsapódás nyomokat. Akkor már tudtuk, hogy minden rendben van. Ejha, ez hihetetlen. Ez egészen lenyűgöző. Szép munka. A Johnson űrközpontban nagy teljesítményű elektron mikroszkópok segítségével megkezdődött az üstökös por elemzése. Mindenkit lenyűgöznek azok a tévéfilmek, amelyekben tudósok kutatnak apró nyomok után, hogy megállapítsák, ki volt a gyilkos. Lényegében ugyanezt tesszük mi is. Hatalmas nagyítólencsék segítségével nagyon óvatosan apró nyomokat keresünk, hogy megtudjuk pontosan, miként születtek a bolygók, miként született meg a nap, és mi volt a helyükön előtte. Igazi detektív munka a miénk. Zolenszky üstökös detektív és csapata olyan szemcsékre bukkant, melyek keletkezésükkor túlhevültek. A naprendszer legkorábbi időszakában a nap közvetlen közelében kellett születniük, hogy később azután kidobódjanak az űr legkülső régióiba. Jó látni, hogy a részecske itt lépett be, majd tovább haladva itt állt meg és ágyazódott be. Itt kitágult vagy szétrobbant. A szemcsék itt e felület mentén estek csapdába. Nagyon izgalmas dolog besétálni a laboratóriumba, és olyan szemcséket találni ott az aerogélben, amelyek 4,5 milliárd éve keletkeztek, és tulajdonképpen a mi távoli őseink. A Stardust program bebizonyította, hogy az üstökösök nem pusztán az űrben keringő távoli objektumok, hanem a Föld történetének fontos szereplői. Sőt, egyes tudósok egyenesen amellett érvelnek, hogy nélkülük talán élet sem létezhetne a bolygónkon. A Föld. Egyedülálló égitest a naprendszerünkben, mert életet hord a hátán. De honnan származik az életet lehetővé tevő szerves anyag? A tudósok sokáig úgy gondolták, hogy a kulcsfontosságú vegyületek melegvízű tavakban, a bolygó felszínén keletkeztek, vagy a tengerfenék forró forrásaiból bugyogtak elő. Ma már azonban egyre több kutató egy egészen más eredetrégióra figyel. Az űrre. A kutatók 2002-ben egy űrbeli molekula felhőben szerves anyagokat, egyszerű cukrokat és aminósav nyomokat találtak. Az üstökösök ilyen felhőkben keletkeztek. Lehet, hogy az élet alapvető összetevői egy üstökös belsejében érkeztek a Földre. Mike Mama a NASA vezető bolygókutatója. Az a lenyűgöző az üstökösökben, hogy lehet, hogy ők hozták házhoz az élet megjelenéséhez szükséges alapvető vegyületeket. Méghozzá együtt, csomagban. Ez ma még csak elmélet, de ha egy üstökös egy szerves anyagokból álló vegyületkészletet hozott a korai Földre, akkor lehet, hogy az üstökösök voltak az élet elindítói. Van azonban egy probléma ezzel az elmélettel. Az életadó szerves anyagok miként élhették túl az üstökös becsapódásakor keletkezett hőt? Itt az Arizonai Bolygókutató Intézetben a becsapódás specialista Elisabetta Pierazzo úgy gondolja, megtalálta a választ. A becsapódás során a legtöbb üstökös elpárolog, és létrejön egy nagyon gyorsan táguló, hatalmas gázfelhő, minek köszönhetően a hőmérséklet hamar csökkenni kezd. Ez a gyors hőmérséklet esés lehetővé teszi, hogy a szerves anyagok egy csekély hányada életben maradjon. Ha ez évmilliókon át így folyik, összességében elegendő szerves anyag halmozódhat fel a Föld óceánjaiban, az élet későbbi kialakulásához. Ha a Pierazzónak igaza van, az üstökösök kulcs szerepet játszottak az élet megszületésében a Földön. Az üstökösök nem csak pusztulást hoznak, komplex szerves anyagokat tartalmaznak. És ezek a komplex szerves anyagok, melyek a naprendszer hajnala óta tárolódhattak az üstökösben, végül eljuthattak a Földre, és szerepet játszhattak az élet létrejöttében.
E molekulák túlélése szempontjából az egyik legfontosabb tényező az üstökös becsapódási szöge. Ha egy üstökös függőlegesen jön be, valamennyi energiájától hirtelen egy csapásra szabadul meg. Ezt könnyen szemléltethetjük egy kavics vízbeejtésével. Alaposan felcsapja maga körül a vizet. Az üstökös nagy sebességgel a Földnek csapódik, és a legnagyobb része elpusztul. Ha viszont az üstökös kis szögben érkezik, pattogni fog a légkörben. Minden egyes szökellésnél veszítve valamennyit az energiájából. Az üstökös tehát lelassul, és nagyobb része marad éppen, amikor a magja végül eléri a felszínt. Ez a fénykép felvétel alátámasztani látszik Mike Mama elméletét. Vajon ezek a kráterek egy pattogva nyugvópontra jutó objektumtól származnak? Egyes kutatók szerint az üstökösöknek ugyan mindössze csekély hányada érte el alacsony szögben a Föld felszínt, de a bombázás oly heves volt, hogy elegendő szerves anyag érkezhetett így módon bolygónkra. Testünk minden eleme, a szén, a nitrogén, az oxigén egy csillagban keletkezett. Később kilövelt a csillagból, összegyűlt egy csillagközi felhőben, és végül egy üstökös részévé vált. Ennek testében, víz és szerves anyagok formájában eljutott egy növekvő bolygóra, ahol szerepet játszott az élet megjelenésében. Így magunk is egy üstökös, és következésképpen a kozmosz részei vagyunk. Ha a naprendszerünk kialakulásának titkai és a földi élet megszületésének és kifejlődésének története egy üstökös fagyott szívébe voltak bezárva, a NASA kutatói jó nyomon indultak el. 1999-ben a NASA útnak indította addigi legmerészebb üstökös programját, melyet egy hollywoodi szupermozi is feldolgozott. A neve Deep Impact. A program vezető kutatója Mike Hearn volt. Az üstökösök a féle adatbankok. Az elmúlt 4,5 milliárd év történetének adatbankjai. Sajnos az általuk őrzött adatok az üstökös külső rétegeiben megsérültek. Ezért az igazi információkért mélyebbre kell ásnunk ezekben az időkapszulákban. A Deep Impact célpontja a 9P Temple 1 volt, egy körülbelül 15 kilométer átmérőjű rövid periódusú üstökös. A misszió lényege abban állt, hogy az űrhajóról egy 1 tonnás részszondát az üstökös szívébe lőnek, létrehozva egy 120 méter széles és 12 méter mély krátert. A kutatók abban reménykedtek, hogy a kráter most először feltárja az üstökös fagyott magjában mélyen eltemetett ősi szerves anyagot. A Temple 1 üstökös a Deep Impact-tel való eltalálása igazi navigációs kihívás volt, mert nem csak, hogy el kellett találnunk az üstökös pályáját, de akkor kellett eltalálnunk, amikor az üstökös éppen ott volt. Ez olyan, mintha a Föld két átellenes pontján kilőnénk egy-egy puskalövedéket, és a kettőnek találkoznia kellene középen. A Deep Impact üstökös szondát 2005. januárjában indították a Cape Canaveral repülőtérből. A kutatók az irányító központban idegesen várták, amint a Deep Impact megközelítette az üstököst. július 4-én a szonda 37 000 kilométeres óránkénti sebességgel becsapódott a Temple 1-be. A csapat üdvrivalgásban tört ki. Rettegtem, meg voltam rémülve, hogy valamilyen okból nem működik, és 6 év elszáll az életemből. De szerencsére gyönyörűen sikerült, minden jól ment. És ez egy olyan eredmény, ami elégedettséggel tölti el az embert. A szonda fedélzeti kamerája káprázatos képeket közvetített a tudósoknak az üstökösről egészen a becsapódás pillanatáig. Az ütközés hatására több ezer tonna finom por dobódott ki a kométa környezetébe, sokkal több, mint amire bárki is számított. A sűrű porfelhő nem várt problémát okozott, teljesen eltakarta a krátert és vele együtt az ősi üstökös magot. A legnagyobb csalódást az okozta, hogy a felszálló anyag finom szemcseméretű volt, így nem tudtunk átlátni rajta. Ha a kicsapódó törmelék nagyobb darabokban jön, viszonylag áttetsző lett volna.
Az viszont eredmény, hogy a Deep Impactnek az üstökös konzisztenciáját sikerült feltárnia. Ezen az égitesten olyan kicsi a gravitáció, hogy a tömegünk alig 1 gramm lenne rajta. Ha akarnánk, könnyedén le tudnánk ugrani róla, és neki indulhatnánk az űrnek. Anyaga pedig olyan laza, hogy nem esne nehezünkre átfúrni magunkat a túloldalára. Akkor az ellenállása, mint egy habcsóknak. A modern technológia forradalmasította az üstökösökkel kapcsolatos ismereteinket. Többé már nem félelmet keltő misztikus objektumok, hanem naprendszerünk hajnalának krónikásai. Ám ezek az objektumok ma is aktívak, és akár a jövőnk főszereplőivé is válhatnak, lévén azon kevés dolog közé tartoznak, amelyek képesek lehetnek eltörölni az emberi fajta földszínéről. Az ember a Föld legsikeresebb faja, és egyes tudósok szerint ezt az egykor a Földet bombázó üstökösöknek köszönhetjük. De ami egykor talán részese volt az élet kialakulásának, a jövőben ki is pusztíthatja azt gyökeresen. A veszély évről évre növekedni látszik, amint egyre több és több üstököst figyelünk meg a belső naprendszerben. Végül valami el fogja találni a Földet. Nem tudjuk, hogy mikor és hogy mekkora objektum lesz ez, de az biztos, hogy egy ilyen robbanás energiája százezrek életét oldhatja ki. Egy mindössze 1,5 kilométer átmérőjű üstökös becsapódása globális katasztrófával járna. A kométa másodpercek alatt átszelné légkörünket, és több mint 160 000 kilométeres óránkénti sebességgel ütközne a Földnek. A becsapódás is több millió ember halálát okozná. Az ezt követő természeti katasztrófák láncolata azonban még sokkal pusztítóbb lenne. Földrengések ráznák meg a Földet. Meg a cunamik nyomulnának be mélyen a szárazföldekre. Tűzvészek pusztítanának el egész városokat. A becsapódás porfelhője eltakarná a napot. Hetekkel az ütközés után a halálos áldozatok száma elérni a 100 milliós nagyságrendet. A tiszta víz és az élelmiszer hiánya, valamint az elektromos hálózataink megbénulása a Földet globális télbe taszítaná. Kevesebb mint 1 év alatt a Föld népességének nagyobb része elpusztulna. Egy napon ez valósággá válhat. Szerencsére a Földnek van egy védelmezője, a Jupiter. A Jupiter a bolygók királya. Tömege 320-szorosa a Földének, így gravitációja az üstökösökre ható legerősebb erők közé tartozik. A Jupiter gyakorlatilag fel tudja falni az üstökösöket, vagy új keringési pályára állítja őket maga körül, vagy belezavar az útjukba és megakadályozza, hogy egyenesen neki rohanjanak a Földnek. A Jupiter félelmetes erejével 1992-ben szembesültünk először, amikor a Shoemaker-Levy 9 nevű üstököst 21 darabra zúzta. Hihetetlenül gyorsan, körülbelül 56 kilométeres másodpercenkénti sebességgel közeledtek a Jupiterhez, és egy lyukat fúrtak a légkörébe. Ezután becsapódtak a Jupiterbe, egy rakás anyagot kiszakítva a testéből. Ezek a törmelékek ugyanazon az alagúton felrepültek a légkörbe, majd ismét visszazáporoztak a bolygó felszínére, létrehozva ezeket a földméretű becsapódás nyomokat. Az eseménysor legmeggyőzőbb mozzanata egy 3,2 kilométeres fragmentum 6 millió megatonna TNT-nek megfelelő energiával való becsapódása volt. Ez 600-szor annyi, mint amit a világ jelenlegi teljes atomfegyver arzenálja képvisel. Ez az esemény drámai módon rávilágított, hogy milyen sérülékeny a mi földi létünk. Ha a bolygónk találatot kap, az élet minden ma ismert formája veszélybe kerülhet. A becsapódások ma ritka események a Földön, de olykor előfordulnak. Ezen az 1972-ben a Szikláshegységben készült amatőr felvételen egy apró objektum látszik, amint a Föld légkörén pattog, majd ismét eltűnik az űrben. Ha sikerült volna áttörnie az atmoszférát, egy egész várost elpusztíthatott volna. Ezúttal szerencsénk volt. A szibériai Tungus felföld lakói azonban már nem voltak ilyen szerencsések. 1908. június 30-án reggel 7 óra 17 perckor egy rejtélyes objektum robbant fel a fejük felett. A Földet 1000 hiroshimai atombomba energiájának megfelelő rengések rázták meg. A léglöket 12 washingtonnyi területen több mint 60 millió fát elpusztított.
A tudósok ma úgy gondolják, hogy a légnyomás egy mintegy 5 kilométeres magasságban felrobbanó üstököstől vagy kisbolygótól származhatott. A csodával határos módon csak kevesen haltak meg. Ha egy hasonló eseményre Szibéria közepe helyett egy nagyváros felett kerülne sor, a pusztulás felbecsülhetetlen lenne. Ha a Jupiter mégsem térítene ki egy teljes pusztulást hozó üstököst, van valami, amit mi magunk tenni tudunk saját megmentésünk érdekében? Don Jomens, a NASA földközeli objektumok programja igazgatójaként a Föld védelmének frontvonalában harcol. A NASA 1998-ban beindította a földközeli objektumok programját, hogy felfedezze, katalogizálja és nyomon kövesse minden olyan földközeli objektum mozgását, mely becsapódás esetén globális katasztrófát okozhat. Világszerte a nap 24 órájában 5 obszervatórium és csillagászok egész serege figyeli az eget, üstökösökre és kisbolygókra vadászva. Ezt hívjuk kis valószínűségű, nagy következményű eseménynek. Mert még hála Istennek csak igen ritkán kerül rájuk sor, amikor valóban bekövetkeznek, katasztrofális hatásúak. Ezért észszerű, hogy meg szeretnénk védeni magunkat tőlük. Megtalálásukhoz a csillagászok rövid időközönként egy egész sor képet készítenek az űrről. A képeket azután egy számítógépbe táplálják, mely minden olyan objektumot detektál, mely elmozdult a csillagok hátteréhez képest. Amint a program rábukkan egy mozgó objektumra, a csapat kiszámítja a pályáját és megnézi, hogy veszélyezteti-e a Földet. Ha ezen égitestek egyike ütközési pályán halad, több lehetőség is szóba jöhet a semlegesítésére. Az egyik népszerű eljárás a szétrombolás egy erős atomfegyverrel. Kudarc esetén azonban a következmények katasztrofálisak lehetnek. Ha a törmeléket nem sikerül elterelni a Föld útjából, ugyanaz a tömeg ugyanazzal az energiával így is becsapódik, ráadásul most már radioaktív is lenne. Tehát egy nagyon nagy atomfegyver bevetése ezekkel az aszteroidákkal szemben, ahelyett, hogy javítaná, csak tovább ronthatja a dolgot. Egy másik ötlet egy űrhajó építése, mely képes befogni az üstököst és erős robotkarok segítségével biztonságos pályára terelni azt. Vagy napvitorlákat csatlakoztathatnánk az üstököshöz, és a nap energiájának felhasználásával gyengéden kibillenthetnénk az ütközési pályáról. Az arizonai sivatagban Jay Melosnak egy még zseniálisabb ötlete van. Ha egy üstökös becsapódással fenyegetne, és időben megismernénk az útvonalát, egyetlen gyenge lökés elegendő lenne az ütközési pályáról való letéréséhez. Most megmutatom, hogy miként lenne lehetséges ez. Ez a krumpli körülbelül olyan alakú, mint a Temple 1, vagy a Botelli üstökös. Ezzel a kézi nagyítóval most a krumpli felületére összpontosítom a sivatagi napsugarait. A valóságban persze a nagyító helyett tükröt fogunk használni, de itt a sivatagban ez is megteszik. Amint a napsugarait a modell üstökösömre összpontosítom, jól látszik, hogy anyag kezd elpárologni az üstökös felületéről. A napkollektor által kiégetett anyag apró gázkiáramlást hoz létre. A gázkiáramlás toló ereje hosszabb idő leforgása alatt letéríti az üstököst az ütközési pályáról. A kutatók újabb és újabb napkollektorokat fejlesztenek ki, de ezek közül még egy sem volt elég nagy ahhoz, hogy eltereljen egy üstököst a Föld útjából. A Föld közeli objektumok programja minden évben több száz új égitestre bukkan. A jó hír, hogy ezek közül egy sem jelent veszélyt a Földre a következő évszázadban. A rossz hír, hogy az üstökösöket szinte lehetetlen azelőtt észrevenni, hogy ne lenne már túl késő. Az üstökösök detektálásával kapcsolatban az a probléma, hogy nagyon feketék, koronfeketék, és csak akkor kezdik el felölteni jellegzetes üstökös külsejüket, amikor már jóval belül járnak a Jupiter pályáján, és már csak hónapokra vannak a Földtől. Fel tudna készülni a Föld az önvédelemre egy bolygógyilkos üstökös ellenében mindössze 3 hónap alatt? A válasz egyelőre az, hogy nem. A helyzet iróniája mégis az, hogy ha nem lettek volna üstökösök, most lehet, hogy nem lennének élőlények, melyeket meg kell védeni tőlük. Az elmúlt 20 évben az olyan missziók, mint a Giotto, a Stardust és a Deep Impact jelentősen bővítették a naprendszerünkkel és a benne elfoglalt helyünkkel kapcsolatos ismereteinket. De ezzel együtt rengeteg még a megválaszolásra váró kérdés. Miként született meg a naprendszerünk, és mi volt a helyén korábban?
Földünk egyedülálló a maga nemében, vagy más naprendszerek, más bolygói is hordanak életet a hátukon? Mi a végzete a Földnek, és mi a jövője az emberiségnek? Az Európai űrügynökség tudósai abban reménykednek, hogy legújabb missziójuk, a Rosetta, megadja a választ ezekre a kérdésekre. A misszió neve a franciák által Egyiptomban megtalált Rosetta kőből származik, melynek segítségével a tudósok megfejtették az egyiptomi hieroglifákat. Az űrszonda jelenleg a 12 éves, 7 milliárd kilométeres utazása felénél tart a Churyumov-Gerasimenko üstököshöz. Amikor végül megérkezik 2014-ben, egy kis felderítő modult bocsát majd a felszínre. A modul egy hétig fog az üstökösön tartózkodni, fényképeket készít, valamint vegyi elemzéseket végez az ott talált poron és jégen, majd az eredményeket visszaküldi az űrszondára. A Rosetta jelenleg a világűr hideg és sötét birodalmában suhan több millió kilométerre a Földtől. A tudósok türelmetlenül várják a misszió kimenetelét. Nem csak elrepül mellette, nem csak megfigyeli egy bizonyos távolságból, hanem olyan, mint egy geológus. Egy geológus nem azért megy ki a terepre, hogy csak nézze a követ, hanem magával viszi a kalapácsát is, és belenéz a kőbe, hogy lássa, milyen kemény. Vannak kísérletek, melyekről azt gondoljuk, miért nem gondoltam erre korábban, hiszen ez egyszerű. De amint elvégezzük őket, az eredmény méreható lesz. Ha a Rosettának sikerül leszállnia egy üstökösön, egy napon képessé válhatunk bányászkodni is rajtuk, és erőforrásaik felhasználásával mind mélyebbre hatolni az űrbe. Ha az űrben megpróbálunk új élőhelyeket kialakítani magunknak, vízre lesz szükségünk. Az üstökösök rendelkeznek vízzel. És rakétaüzemanyagra is szükségünk lesz. Ha a vizet hidrogénre és oxigénre bontjuk, a leghatékonyabb rakétaüzemanyagot kapjuk. A jövőben tehát az üstökösök az oázisok és a benzinkutak szerepét tölthetik be bolygóközi expedíciók során. Egy napon rákényszerülhetünk a Föld elhagyására és egy új otthon keresésére, mert valahol a naprendszerünk peremén egy hatalmas üstökös felénk tart, azzal a veszéllyel fenyegetve, hogy a Földnek ütközik, és eltörli az emberiséget a bolygó színéről. Magyar szöveg Újházi Kolos, narrátor Kassai Károly, munkatársak Férntáj Bernadett, Horváth Zoltán, Végvári Ágnes, Derzsi Csilla, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.